Jó napot kívánok, ez a Közlekedés 21, a Duna TV közlekedéssel foglalkozó műsora. Mellettem pedig ennek a műsornak a szakmai koordinátora TH Mori Ferenc, akit eddig, megmondom őszintén, én egy kis fényképről ismertem, tudtam, hogy ki, ez pedig az Indóház című újságból. Az ő fényképe havi rendszerességgel megjelent, az egyiken ön ült egy asztalnál, a másikon pedig kinéz egy vasútból. Ennek a főszerkesztője, műsorunknak pedig a szakmai koordinátora. Adekvát a kérdés, miről is fog szólni ez a műsor? Ez a műsor nem előzmények nélküli, hiszen korábban az Indóház stáb jelentkezett már a Kupé című vasúti magazin műsorral, ugyancsak a közszolgálati televízióban. De miután tavaly júniusban úgy döntöttünk, hogy kicsit nyitunk a többi közlekedési ág felé, és létrehoztuk a www.iho.hu közlekedési hírportált, amelynek a profiljában vasúton kívül a légi közlekedés, a hajózás vagy a közúti közlekedés épp úgy beletartozik, mint korábban a vasút. Ehhez akartunk felnőni, hogy a televízió képernyőjén is helye van egy olyan műsornak, ami a közlekedést komplex egészében tárgyalja. Hogyan tapasztalja, kik a célközönségé ennek a témának, ennek a négy témának? Hát így igyekszünk majd úgy meghangszerelni ezt a műsort, hogy a vasútbarátok, a közlekedésbarátok, a közúti közlekedés hívei mellett azért egy szakmai közönséget is felsorakoztassunk a műsor mögé. Ez lesz a szép és nemes feladat, hogy mindenki igényen ki tudjuk elégíteni. Most pedig jöjjön az első anyagunk, hamarosan ellátogatunk Fertő Széplakra, a Vasúti Lámpa Múzeumban, meglátjuk, hogy ott milyen érdekességek fogadtak minket. Akkor kérem, csapjunk bele, így pestiesen szólva, persze nem Pesten vagyunk, hanem itt Fertő Széplakon, a Vasúti Lámpa Múzeumban. Első anyagunk pedig arról szól, hogy megmutatjuk, hogy milyen fontos is tulajdonképpen itt a közlekedésben a fény. És éppen ezért, hogy a fényről beszélünk, mi nem vagyunk restek majdnem az egész országot beutazni. Jön a fény útja innen a Fertő Széplaki Lámpa Múzeumtól egészen Sziget-Szent Miklósig, de az még odébb van. Most jöjjenek velem, nézzük meg a múzeumot. Jó napot kívánunk! Pucz Attila vagyok. Haragovics József vagyok Fertő Széplakról. Sok szeretettel köszöntöm itt Széplakon. Ön a Lámpa Múzeum tulajdonosa, megálmodó, erről fogunk beszélgetni hamarosan. A látogató belép, hát rögtön tudja, hogy hol van, hiszen egy lámpa van az udvarban. Ennek a lámpának mi a története? Nem csak azt tudja, hogy egy lámpa múzeumban van, de azt is tudja az ember, hogy hol van. Hiszen 1846-ban, amikor Pest és Vác között megindult a vasúti közlekedés, a peronon, a vasútállomáson egy ilyen lámpa világított. És már akkor nagyon érdekes, már a fényreklám elődjét is felfedezhetjük ezeknél a lámpákon, hiszen a lámpáknak az üvegébe belegravírozták a megállóhelynek a nevét. És hát most hol vagyunk? Fertő Széplakon vagyunk. Itt tudom önöknek bemutatni ezt a gyűjteménynek az első lámpáját. Haragovics úr, hát ez egy lámpa, de hát én utána néztem, itt azért jóval több van, hogy menjünk nézzük meg az ön gyűjteményét. Én már kíváncsi vagyok. Parancsoljon. Köszönöm. Aha, ott vannak. Szóval ez a szentély. Hány lámpáról van itt szó? Jelen pillanatban 301 darab vasúti lámpát látunk a világ vasútjairól, és ez a 23 országból, Amerikától kezdve Mongóliáig, Svédországtól Új-Zélandig, sőt Kubából is van már vasutas lámpám. A fény az nagyon fontos a közlekedésben. Miért? Miért fontos az? Miért voltak ezek a lámpák fontosak? Én azt hiszem, nagyon kevesen tudják, hogy 1825-ben, mikor Angliában megindult a közösségi közlekedés, és kimentek az emberek a vasútállomásra, ez egy nagy dolog volt, és elutaztak az egyik pontból a másik pontba, akkor mikor este besötétedett, kérem szépen, mindenki elment haza. Nem közlekedtünk azért, mert sötétben nem tudtuk azokat a játékszabályokat, ma úgy mondjuk, hogy közlekedési szabályokat, ami alapján akkor sötétben kellett volna közlekedni. Ekkor a vasutasok találták ki azt a játékszabályt, azt a közlekedési szabályt, amely máig is betartja mindenki. Amikor sötétben közlekedünk, a vörösnél megállunk, a zöldnél meg elindulunk. Ez a gyűjteménynek a legöregebb lámpája, amit itt be tudok önöknek mutatni. Egyszer mikor származik ez? 1844. Bécs és Brno között használták, hiszen ez a Kaiser Ferdinand Nordbahn Bécs és Brno között helyezkedett el. Én boldog vagyok mindig, hogy be tudom mutatni a kezdetet, és hát nem is a véget, hanem a jelen tudom bemutatni, hiszen az előbb 1844-ről beszéltünk, ez pedig a napjainkról beszélünk, méghozzá Magyarországról. A Magyarországon használatos kézijelző lámpák legmodernebb darabját, egy ledes lámpát. Ez egy kétszínű lámpa, ugye fehér, és itt a zöld. Nézzük meg, hogy hogyan is készülnek ezek a lámpák Sziget-Szent Miklóson.
most oda megyünk. Után pedig következzen a jelen és a jövő, ez hamarosan kiderül. Itt állunk az izgalmasan hangzó HRS műszaki labor előtt, hogy pontosan ez mit akar, ezt még nem tudom, de ha bemegyünk, akkor nyilván hamarosan minden kiderül. Szép jó napot kívánunk! Műszaki laborba érkeztünk, én Puc Attila vagyok. Én pedig HRS Robert, szép jó napot kívánok! Mi zajlik itt tulajdonképpen? Ugye a múltból jövünk, megnéztük, minek voltak a lámpák régen. Ez a lámpa miben különbözik a régiektől? Mennyiben korszerű? Ugye ezek a lámpák, ezek már ledes technológiával készülnek, energiatakarékos, ezáltal költséghatékony, ugye a felhasználónak. Vannak tölthető kivitelű lámpáink, tehát mindenféleképpen a korszerű technikát, mostani technikát tartalmazza műszakilag, illetve olyan anyagból készül a lámpa, olyan ütésálló anyagból, műszaki műanyagból, ami miatt ugye vasúti üzemvitelre teljesen, tökéletesen megfelel és alkalmazható. Ez egy műszaki ABS-ből készül, ezt akár le is dobhatom. Hoppa, nem kisütés volt, és azt láthatjuk, le is esett. Aha. És továbbra is működik a lámpa, tehát tökéletesen funkcionál. Ilyen fiatalember, ugye szemmel láthatóan 30 alatti fiatalemberről van szó, hogyan kerül annak a közelébe, a lehetőség közelébe, hogy ő gyártsa márnak ezeket a lámpákat? 2011-ben alakultunk, mikrovállalkozásként kezdtük egy verandám. És hát odáig jutottunk, hogy most ugye itt állunk a laborban, és itt történik a lámpáknak a végső bemérése, fázisa, minősítése. És hát úgy jött ez az ötlet, hogy mindannyian vasutasok vagyunk, vasút iránti szeretetünk az megvan, és elkötelezettek vagyunk a Magyar Vasút felé, és úgy gondoltuk, hogy a magyar államvasutaknak azt a ötletet, amit kitaláltunk, ezt valahogy meg kéne valósítani, és pont egy beszerzés folyt a lámpákra vonatkozóan, amit a mi konstrukciónk nyert el, és most már ott tartunk, hogy a második szerződést is megkötöttük vasúti kézijelző lámpa szállításra a Magyar Államvasutak ZRT-vel. Azt, hogy ez esőben is működik, azt hogyan szokták kipróbálni, megvizsgálni? Teszteket szoktunk csinálni, nem szeretek ott lenni a teszteken. Ezt áruljuk el, hogy amikor mi készültünk a riportra, mi jeleztük ebbéli igényünket, és megkértük Robertot, hogy egy akváriumot töltsön fel vízzel, amit ha most megkérek, akkor talán át is hozol a szomszéd szobából, és akkor megnézzük. Hát kérem tiszteletet, ki lehet nyitni a szemet. Működik a dolog, szélsőséges viszonyok között tesztelve, úgyhogy jöhet az eső, a hó, a fagy, igaz? Így van, most már akkor kiállta ezt a próbát is, hát köszönöm szépen. Lajkos a kérdés, de ez az ipar, ez fejlődhet valahova, tehát mondjuk 20-30 év múlva is ugyanezeket a lámpákat fogják használni, akiknek ez kell? A vállalkozó szemszögéből vizsgálom ezt a kérdést, akkor azt mondom, hogy nagyon remélem, hogy 20-30 év múlva is ezek a lámpák lesznek használatban, akkor azt jelenti, hogy biztos megélhetésünk van. Miután a hazai piac telítődni fog, utána a nemzetközi szinteken is szeretnénk megmérettetni magunkat. Most van egy piac kilépésünk Románia irányába, reméljük, hogy gyümölcsöző, eredményes munkakapcsolat alakul ki közöttünk. Én magunknak meg a lámpának zöldet adok, köszönöm, hogy itt lehettünk, és én azt hiszem, hogy jöhet hó, fagy, szél, eső, ezek a lámpák működni fognak. Minden jót, viszlát! Szigetszentmiklós után térben és időben ugrottunk egyet, mégpedig ide, a Szegedi úti átjáróhoz, ahol talán kis hazánk egyik legtovább zárva tartható sorompója állja az utunkat. A következő néhány percben a vasúti közlekedés biztonságáról fogunk beszélni. Megemlítjük a sorompót, beszélünk a váltófűtésről és a vonat befolyásolásról, azaz megnézzük, hogy ma Magyarországon mely területeket érint az innováció. Budapest után pedig Ikrényben vagyunk, egy vasúti átjáróban. Tudják, ha jön a vonat, a sorompó lent van, ha megy a vonat, akkor pedig felmegy, hogy hogyan működik és miért. Erről beszélgetünk a következő néhány percben. Közefogtuk a sorompónak a lelkét, nem is sorompó ez, fél sorompó, hivatalosan pedig csapórúd. Ez a szerkezet fél sorompó hajtóműve, ez a fél csapórúd a sorompó. Ez a csapórúd, hajtókar, mozgatókar és maga a hajtómű. Ebben a szerkezetben található a működtető mechanizmus, egy hidraulikus rendszer, hidroakkumulátoros energiatárolással, elektromos áram vezérlésével működik. Fő feladata a közúti forgalmi sávnak a fizikai, optikai elzárása, ezzel is növelve a közúti közlekedés biztonságát.
A csapórud is egy új fejlesztése a cégünknek, de a korábbi hagyományos alumínium rudakat váltottuk ki ezzel. Miért fontos az, hogy ez a csapórud milyen anyagból van, hiszen hogyha én jövök mondjuk onnan kocsival, látom, hogy lent van, nyilván nem fogok neki menni. Egy üvegszálerősítésű szerkezet, amelynek a teljes felületét fényvisszaverős fóliával vontuk be a jobb láthatóság érdekébe, erősítve a nagyfényerő ledeket, amelyek a csapórud világítását biztosítják. Üzemzavar vagy áramkimaradás esetén mi történt egy ilyen átjáróban? Ad abszurdum ez a sorompó, hogyha pont akkor van áramszünet, nem nyílik fel, amikor a vonat elmegy. Milyen ilyen típusú hibákra lehet felkészülni? A sorompó berendezés, vezérlő berendezése önmagában egy szünetmentes áramellátással van biztosítva. Pontosan az ilyen áramkimaradásokat, az esetleges rövidebb, hosszabb idejű áramkimaradásokat áthidalva. Maga a berendezés pedig alkalmas arra a sorompó berendezés, hogy ilyen hosszabb áramkimaradás esetén önműködően fel tud nyílni a tárolt energiájának köszönhetően, és megszünteti a sorompó zavar állapotában a fizikai elzárását a forgalmi sávoknak. És most odébb lépve, hiszen a régitől pár méterre található egy új szekrény, vagy inkább ez ház. Hát ebbe a szekrénybe kapott helyet maga tulajdonképpen a sorompó berendezésnek a vezérlése, az áramellátás, a vezérlő berendezés és a kezelő felület. Elég szűk ez a szekrény. Igen, valóban ez a vasúti követelményeket kielégítő betonház kis gondozási igényű, önmagában tudják védeni a benne elfelezett berendezéseket, nagyértékű berendezéseket. Beszélgetünk, hogy van egy, ami kicsikét tágasabb, ez pedig a budakalászi hévvonalán. Igen, egy későbbi változata, ami a berendezés tekintetében ugyanez a berendezés helyezkedik el, de egy konténeres kialakítású, ezt is meg tudjuk nézni. Tudják, mi következik, találkozunk Budakalászon. Ikrény után itt állunk Budakalász lenforgógyár, hévátjáró, hasonló berendezés, nézzünk meg, menjünk be, nézzük meg, hogy ez hogy működik. Parancsoljon! Ez a berendezés egy speciális, kompaktabb kivitel, annyital kiegészítve, hogy tulajdonképpen egy közúti jelzőlámpa rendszerhez való illesztése is megvalósított. A berendezés fő részei az áramellátó rész, a töltők, a külsőtéri szerelvények illesztő részei, a hajtómű vezérlőkártyák, a közúti jelzővezérlők és a vasúti jelző vezérlőpanelok. Legfelül pedig a vonatérzékeléshez alkalmazott tengelyszámlálók foglalnak helyet. Budapest Kelenföld rég ismerős új helyszín, itt is van valami, ami az önök profiljába vág, pontosan mi az? Így van, itt a váltófűtő berendezéseket, azoknak a szerkezeti elemeit tudjuk megmutatni. Besétálnánk ide a kollégákhoz, és ott átadnám a szót Farkas László kollégámnak, aki ennek a területnek jó ismerője. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, Farkas Attila. No, adódik a kérdés, hogy miért és hogyan kell a váltókat fűteni. A villamos váltófűtésnek az a feladata az, hogy a téli kedvezőtlen időjárási körülmények között, tehát havazás, ónos eső, fagyás esetén biztosítsa a váltóknak az állíthatóságát. Hogyan történik mindez? A kitérőkre, a kritikus helyekre villamos váltófűtő fűtőszálakat szerelünk föl. Ezeket megfelelő időben ez az automatika szekrény bekapcsolja, és meggátolja azt, hogy a hó, illetve a jég megakadályozza a váltóknak az átállását. Itt Kelenföld állomáson ez most egy új beruházás, itt 80 darab kitérő lesz ellátva fűtéssel. Ennek a szerelése most folyik, összességében érdekességképpen körülbelül 1 megawatt teljesítmény lesz ide beépítve, hogyha az összes egyszerre bekapcsolódik. Laikusan kérdezze, honnan tudja a fűtőszál, hogy fűtenie kell? Tehát van-e valami észlelő berendezés? Így van, erre szolgálnak ezek a szekrények. Ebben különböző vezérlőberendezések vannak elhelyezve, a sínszálakon sínhőmérsékletérzékelők, csapadékérzékelők, és van egy úgynevezett PLC, ebben lévő szoftver egy meghatározott algoritmus alapján a kellő időben bekapcsolja a fűtést. Magyarán, ha jól sejtem, akkor ezek a váltók szoktak általában szerepelni a hírekben. Hogyan? Így van, vezető hír szokott lenni telente, hogy a váltóállítási problémák miatt késnek a vonatok. Most ezek a váltófűtő berendezések ezt meggátolják, tehát nem lesz telente váltóállítási probléma. Új helyszín, új téma, itt vagyunk Budaörs vasútállomáson, mögöttünk a komáromi vonat, eddig megnéztük a sorompó működését, fűtöttünk váltót, és most pedig befolyásoljunk vonatot. István, mit kell itt néznünk, mit kell itt észrevennünk? A vonat befolyásolás rendszerének fontos elem a fedélzeti berendezés, amelyhez az érzékelést az úgynevezett vevőtekercs biztosítja. Pályába táplált jeleket ezen keresztül juttatják el a fedélzeti berendezés központi részébe, ahol az kiértékelésre kerül. A mozdonyvezető állás jelzőn megjelennek azok az információk, amelyek a járművezető részére a következő jelzőn információ tartalmát hordozzák.
a jelzések között. A legnagyobb sebesség és a vasútnál alkalmazott sebességhatárok a 120, 80, 40, illetve a 20 km/órás sebességek tudnak megjelenni. Amit hallottunk, az az éberségi felhívás, ami a mozdonyvezető részére egy figyelmeztetés, hogy adott út megtétele alatt kezelnie kell a pedált vagy a nyomógombot. A közlekedés biztonságot persze nem hagyjuk ennyibe, ígérem, hogy későbbi műsorainkban még visszatérünk erre a témára. Ha lenne játék az adásban, akkor ez egy kérdés lehetne, hogy tudják-e önök, kedves nézők, hogy mi az, amin éppen tartózkodom? A. Ez egy gyorsvonati kocsi. 2. Ez egy étkezőkocsi. Vagy hát C. Ez az IC Plus sorozat egyik készülő prototípusa. No, azok nyertek, akik ezt utóbbira tippeltek. Itt vagyunk Szolnokon, a MÁV gépészet járműjavító bázisán, ahol éppen szerelik össze az IC Plus névre hallgató sorozat egyik prototípusát. Nézzék csak, milyen lesz! Nagyon fontos, hogy Magyarország is bekapcsoljon a járműgyártásban, hiszen Magyarország híresen a járműgyártó ország volt, és ehhez képest az elmúlt évtizedekben ezt teljesen visszasorvasztották. Viszont látni kell például a MÁV esetében, hogy Európai Uniós forrásokból egyre több pályánk lesz 160 km/órás sebességű. Tehát mindenképpen a MÁV Start esetében a Gördül állományt meg kell újítani azért, hogy az Intercity szolgáltatásunk az javítsa a színvonalát, és ki tudjuk használni az emelt pályasebességet. Ha pedig Gördül állományt kell fejlesztenünk, Gördül állományt kell vásárolnunk, akkor mindenképpen nagyon fontos az, hogy a hazai termést és a hazai gyártást tartsuk szem előtt, és az kapjon prioritást, hiszen nagyon fontos az, hogyha Magyarországon vannak olyan mérnökök, van olyan gépészeti szaktudás, vannak olyan telephelyek, amelyek alkalmasak egy-egy ilyen projektnek a véghezvitelére, akkor ne külföldről vásároljuk meg ezt a tudást, ne külföldről vásároljuk meg a készterméket, hanem inkább mi dolgozzunk és mi munkálkodjunk azon, hogy menjünk előbbre ezen a téren, és a belső piacot, a hazai piacot lássuk el mi magunk, hiszen akkor elérjük azt a célt is, hogy a gazdaságot kicsit élénkítsük, sőt, utána innen ki is lehet lépni a kelet-európai térségbe. És azt gondolom, hogy a vasútgépészet már alkalmassá vált arra, hogy ezt a feladatot magáinak tudhassa, mind innovációban, mind kutatásfejlesztésben, mind mérnöki szaktudásban, hiszen folyamatban van az IC Plus kocsi gyártása, és azt gondolom, hogy nagyon szép remények elébe nézhetünk. Ennek az új jármű tervezésének a gondolata az elmúlt év márciusában fogalmazódott meg. Körülbelül június tájára kiforrott, hogy milyen is lesz ez a jármű, mit is kell, hogy tudjon. A szekrényvázat bizonyos szabványok meghatározzák méretre, szilárdsági követelményekre való tekintettel, ezért tehát annak a tervezésével indítottunk. Ahhoz, hogy remény legyen a jövőben a járműgyártáshoz, ahhoz ezt végig kell csinálni, ezt a projektet. És mire ezzel végzünk, azt hiszem, ha megmarad a csapat, addigra összekovácsolódik.
A csapatmunka nagyon fontos. Én itt beszélhetek akármit, ha nincs kinek elmondani, és nincs, aki értse, hogy mi a feladat. Tehát, és egymás között is kommunikálni kell. Ez nagy segítséget ad maga a szoftver, hiszen most 3D-ben dolgoznak kollégák, és mindenki látja a többiek munkáját, és a maga részét hozzáteheti. Tehát nem csak az az új, hogy új a csapat, új a feladat, hanem új a technika is. Minden esetre a módszer változása szintén újabb kihívást jelentett. Jövőre, azaz 2013-ban indul hatodszor útjára a Székely Gyors. Mi volt az az alapötlet, ami megfordult a fejekbe, hogy egy ilyen vonatra nekünk szükségünk van? 2007 őszén határozta el a Budakeszi Kultúra Alapítvány azt, hogy civil kezdeményezés keretében felújítja a Gyimesi Szorosban lévő 30-as számú mávőrházat. És ez a munka olyan lendületet vett akkor, hogy mi úgy gondoltuk, hogy amikor ezt 2008 pünkösdjén átadják, ezt az őrházat, akkor ide egy külön vonattal kell eljutni. Hosszú szervezés kezdődött ezzel. Az első vonatunk 500 utassal kelt útra, hatalmas, euforikus érzés kerítette hatalmába az utasainkat, és ez a hagyomány az elmúlt években folytatódott. Miközben a kedves nézők már a korábbi utazások felvételét láthatják, arra kérem önt, hogy említsen meg néhány önnek kedves pillanatot az elmúlt utazásokból. Az Indoház a Kárpát-Európa utazási irodával, a társszervezővel sokat gondolkodott azon, hogy az egyes utakat hogy lehet egyedivé tenni. Ez sokszor magától is sikerült, hiszen az első út után 2009-ben nagy érdeklődésre való tekintettel már két vonatot indíthattunk el. Az egyik az Észak-Erdélyi vaspályán, Kolozsváron keresztül haladt és Felcsíkba érkezett, a másik vonat pedig Dél-Erdélyen, Brassó érintésével és az alcséki falvakban szállásoltuk el az utazóközönséget. Később kezdődött az együttműködés intenzív része a Gyesevvel, az egyik vonatot a MÁV, a másikat a Gyesev állítottak ki, és rendszeresen tudtunk vinni matricás mozdonyokat. Mindegyik egy-egy jelképet, egy magyar jelképpel felruházva indult útnak, többek között a Széchenyi mozdony, ahol a Merjünk nagyot lenni elmond a díszelget, vagy legutóbb a MÁV trakciónak a mozdonya az Aranycsapat mozdony. Ekkor a vendégünk volt többek között Buzánszki Jenő és az Aranycsapatnak a jobb hátvédje. A programok egyébként a hagyományosak. Az első napon a Csíksomlyói búcsúba megyünk, a második nap pedig eljutunk a Gyimesi Szorosba, a Rákóczi vár tövében lévő őrházhoz, ahol sokszor 30-40 ezer ember jelenlétében van egy emlékező ünnepség, és ez a hagyomány 2013-ban is folytatódik, de nem akárhogyan. Az első utat 2008-ban a 17-es koronás címeres húzta egyedül, önállóan. Azóta sajnos ezt nem sikerült megvalósítani, hiszen a román és az uniós előírások nagyon szigorúan szabályozzák egy-egy mozdonynak a közlekedését. A magyar vasúti vontatú járművek egészen a legutóbbi időkig nem szerezték meg ezt a szükséges engedélyt. Hál' Istennek most azonban megkötetett ez a szerződés, és a MÁV-nak az új beszerzésű úgynevezett RAX mozdonyai közül 6, már minden további nélkül az új menetrendváltástól, lett a menetrendváltástól december 9-től, akár bukaresti közlekedhetnek. Úgy gondoljuk, hogy ezek közül a mozdonyok közül egyet mi fogunk felmatricázni, a tematika, a téma még egyelőre meglepetés, nem szeretnénk lelőni a poént, de remény van arra, hogy a következő közlekedés 21-ekben már akár a matricázás, a tervezés, a matricázás folyamatáról, meg illetve magáról az átadásról is beszámolhatunk. Szóval, ha minden jól megy, akkor talán jelen lehetünk a matricázásnál is, és szeretnék én is föltenni legalább egy négyzetcentimétert erre a mozdonyra. Köszönöm szépen, és remélem, hogy összejön 2013 igen jelentős vállalkozása is. Isten hozott benneteket! Isten hozta emberbe!
Az első adásunk kicsikét vonatosra sikerült, de ne féljenek, nem lesz ez mindig így. Utazunk még földön, vizen, sőt a levegőben is. Remélem megnyerte tetszésüket a műsorunk. Találkozunk a jövő hónapban. A viszontlátásra!